Szevasztok srácok, Zoom vagyok. Általában ez szokott jönni a kiegészítők életciklusának a vége felé egy olyan videó, amit annak szentelek, amelyik pakli szerintem a legundorítóbb volt, és ez most fog következni. Ez pedig nem más, mint a Taundruid, viszont egyelőre nem szaladunk ennyire előre, hanem még azt szeretném elmondani, hogy este 7-kor lesz egy reveal stream a hivatalos Play Hearthstone Twitch csatornán, meg szerintem mindenhol máshol is, és a reveal stream után lehet, hogy egy élő adással majd itt így meg fogok jelenni, és átbeszéljük, hogy mik azok a lapok, amik megjelentek. Most pedig Mukinak az adását kellett sajnos félbeszakítanom, mert hát tartalmat kell gyártani nektek, úgyhogy gyertek, és játszunk Taundruiddal. Druid questem van egyébként, meg ilyen spelles questem, lehet, hogy ez a kettő ez egyszerre meg tud lenni, majd meglátjuk, eléggé jó lenne, hogyha ez így összejöhetne. Na nézzük. A Taundruid egyébként nem feltétlenül a legerősebb deck, ahol a statisztikákat nézzük, viszont túl sok mindent megver, és túl sok mindent meg tud szivatni, és valószínűleg egyébként Zoo lesz. Rempelni akarok, mert különben Zoo-tól ki fogok kapni, mint a fene. Ha kijön a... Mondjuk ez húzás, stun, ez armor. El van a coin, úgyhogy egyelőre nem kell aggódni. Vagy hát mérsékeltem. Na jó, eljátszok a coin-t egy húzásra. Carnivorous Cube. Nagy zselékocka. Nem, az a helyzet, hogyha eljutok hatodik körig, és nálam lesznek a dolgok, akkor annak tudunk nyerni. Sajnos egyelőre nem tűnik úgy, hogy nálunk lennének. De ahogy kikerül az első taunt, branching pass-szel stabilizálunk, hogyha valami van, vagy csak felrakjuk a dolgokat. Egyébként ez még simán lett kontrollok amúgy. Tehát szarkezű Zoo ennyire, hogy harmadik, tehát hogy második kör az csak tap. Érdekes lenne. Megtörténhet, mert van ilyen, de... Ez simán lehet, hogy kontrollok. És gondolkodott a teppen. Wow. Ez Zoo és elég szarúhoz. Viszont akkor nincs gond, mert nem lett lerohanva az arcunk. Volt olyan meccsem ezzel a Zoo-val, mert nem tudom, hogy melyik verzióval játszik, de egy olyan, hogy harmadik körre 16 HP-ra tettem le az ellenfél rógot. Szegénynek tényleg semmi nem volt. Most nagyon veszélyben érezném magam, ez lehetne egy kívülös Naturalize majd, de egyelőre ugye nem lesz, viszont nagyon jó. A rempelésekbe kellett volna egyébként belehúzni, de hogy ez nem fog összejönni. Viszont elég sok eszköz van a kezemben ahhoz, hogy itt így sokáig túléljünk. Mushroom power! Jó. Jó, na a ramp megvan. Hogy csináljuk? De tudunk egyet swipe-olni oda. De akkor swipe-olhatok már oda is inkább. Egyet megütünk. Ja, de nem tudok annyit ütni. Mert ezzel le tudok szedni ezt mondjuk. De mi van, hogyha ide swipe-olok, oda ütök? Hát, hogy kivesszük az értéket? Így szinte full clearünk van, a legveszélyesebb dolgokat letettük. És akkor innét mehet a ramp. Jó, csak egy ramp, de ramp. És akkor egyre közelebb vagyunk a Drake-hez. Lehet a ramp hero power. Nincs olyan ez vagy. Wow. Az egy ramp van. Ja. Yeah.
az azért jó, mennyi a következő körben. El akarom nature-lizolni? Mert egy nagy lény. Nem érdekes. Greedy vagyok, és jobban szeretném a Drake után. Azaz. Csináljuk. Milyen szép kor. Ez szerintem easy. Így ezen még mindig át tud jönni, de a következő dréken már nem hiszem. Ez itt most mindent belecsap. És akkor átment rajta. Ha meg nem, akkor meg kockázzuk, és akkor meg... Kell neki a Soulfire ahhoz, hogy Soulfire és a Dreadlord, és akkor hattal arcra tud jönni, ami nem jó, mert ugye ezzel megint takarítok. Túlságosan sokáig tartogatta ezeket a cuccokat, szerintem a játék elején össze kellett volna. Ha. Igen, az meg az. Jó, meghalnak az egy-egyek, az király. Arc! Csak arc. Jó, megcsináljuk ezt. Vagy azt mondom, hogy nurisolok? De nem nurisolhatok, basszus. Na jó, nem lesz egy gyűjt. Ez most egy eszembe, ez én sem sok tudom. Ezt már le kellett volna tolni két körre ezelőtt. Az a baj. Játszik Silence-szel? Elvileg egy spellbreaker-je van. Egy biztos. Úgyhogy a kockát nem lehet csak úgy magába kirakni. Your magic shall not save you. Ez a gólem ez eléggé szomorú. De meg lehet csinálni amúgy. Mennyire megyünk safe play? Tehát szerintem eléggé. Smokies, armor. Szerintem egyet megadom nekik. És ezzel meg átmegyünk. Húztunk egyet, armorozottunk, és négy csapatunk megvan. Oké, le tudja szedni az Ironwood gólemet, viszont le tudjuk hadronoxozni. De nem biztos, hogy egyébként, vagy cube-ozni, nem biztos, hogy akarom. Az idő után kell ezek, ez most semmit nem csinál neki. Kivesszük a value trade-et? Valószínűleg kivesszük a value trade-et, aztán megcsináljuk a két dréket. Nem várok a hadronoxra. A két 4-8-as drék az sokkal jobb, mint így bármi. És akkor most viszont húzásra kell elhasználni. Oké, nem lesz a hadronoxra leszedésem, de nem érdekes. Oké, mivel játszhat még? Dungárdal, ugye a Leroy-a kiment, dupla Soulfire-rel, de hogy ez elég nagy fal. Mushroom power! Nyújt swipe ide, swipe oda, illetve nem, de nem is kell. Le, az túléli. De hogyha a swipe face... Ez mondjuk rohadt kellemetlen így. De szinte minden meghal. Ja, hogy nem? De én fogok meghalni? Az nem mondja ezt. Hogy én itt így megmordálok? Áú. Mert hogyha ide swipe-olok, ez így.
De ezzel a Void Reaper tudom egyedül leszedni. Hét. Négybe fogok élni? Hát ez elég jó. Jó, a Void Reaper hoztak lesz. És az Oakheart is időben jó igazából. Nem baj. Na majd jönnek most a nagy testű tauntok, és akkor így. Doomguard-dal letálja van. Na, Oakheart. Mutasd magad. Onward, friends! Nincs több sárkány? Hát basszus. De hol vannak ilyenkor a Sleepy Dragonok? Tehát, hogy... Ez egy remek lista volt. Na, legalább a Spellmaster meg lett, de hogy... Azt hittem, hogy a Sleepy Dragonok vannak még ebben a deckben. Akkor ez viszont egy fos deck. Tehát, hogy a Sleepy Dragonok a legjobbak így ever. Wow. Ez nem játszik Sleepy Dragonokkal, ez nem egy jó lista. A deckert cseréltem közben, mert meggyőződésem volt, hogy Sleepy Dragonnal is játszunk. Ott az előbb az megnyerte volna a teljes mérkőzés, hogyha ott kijön a Sleepy Dragon, mert ezzel nem tudott volna mit csinálni. Utána Hadronox-szal meg lett volna minden, de hát nem történt meg. Ugye utolsó öt labba volt a Hadronox-om, a Dragonhatcher-em, az Oakheart-om, meg most nem tudom, Ultimate Infestation-om. Ez a deck mondjuk legalább nem játszik UI-ja, viszont játszik a Howl-lal, amivel plusz armor és pluszba tudunk húzni. Nem játszik Dark Reaper-rel, viszont ugyanúgy megvan benne a két gólem. Próbáljuk ezzel. Nem is értem egyébként, mert azt az út meg kellett volna, hogy verjük, csak hát... Ha nincs Sleepy Dragon a deckben, akkor nem lehet felhúzni. Be smart. Malfurion versus Garrosh. Jaj, de jó. Victory or death. I must protect the one. Ha ő Rush Warrior, akkor bajba leszünk egy picit. Mert hát... Control ellen vagyunk jobbak, vagy Rush ellen? Control ugye az a baj. Rush. Szóval Control ugye az a baj, hogy... játszik Skulking Geist-tel, ami megöli a Naturalizunkat, meg a két Spellstone-t. A Rush megadott esetben lehet gyorsabb nálunk. Ez nem vicces. Mert a Dragon Hatcher-nek így kell kijönnie kézre. Az előbb az alsó 10 labba volt, most feljön úgy, hogy nehogy a kombót ki lehessen húzni. De nem baj, legalább 8. körbe ki tudjuk koinozni. De egyébként ez most itt szerintem egy jó oken. Lehet, hogy amúgy lehetett volna várni egyet, betartani a coint arra, hogy akkor itt következő körben úr is. Jó. Ez valószínűleg akkor a Spellstone. Vagy swipe oda. Nem tetszik. Vagy érdekel egy kettő-kettő, nem érdekel, az azt szeretném, hogy nem tudom. Még itt széthúzza magát, akkor így el leszünk verve. Na nem baj. Nurissal belemegyünk. Akkor ott hirtelen már heten leszünk. Még két kör is kirakjuk a Hatchert. De a Hatchert. Most leszedhettem volna, most egy 2-2-t szedjek le vele. És ez most Nurish Hero Power, hogyha nem húzom ki a White Glow-t. Moltem Arcanite Reaper-re játszik a srác. Na gyere csontozzál ki, barátom. Csodálatos. Yeah.
Na, egy kört kell túlélni, a gólemet kirakom. Csak nem játszik Leroy-jal. Mert ez most lehet gólem és leszedés. Wow. Jó, szóval ez gólem és a spellstone. Kapjuk a damást rendesen. Mondjuk lehet, hogy ez inkább így. Ja, ez így a biztonságosabb játék szerintem. Mert így most 25-ről nem öl meg, ebből meg jöhet kettő dolog is. Sleepy Dragon is jöhet, Primo is jöhet. Azért ez nagyon tolja. Jó. Na hát akkor. Mérsékelten jó. Bele kell húzni itt. Ez egy leszedés. Wow. De mi ez a lista? Tehát így mindennel játszik. Jó, mivel tudok belehúzni a Wild Glow-val? Hát... A hole az jó. Legösszebesebb akkor Nature Lies-ozunk amúgy. Ja, valószínűleg ezt meg kell csinálni. Most el lehet greedizni, de... Na, azért Nature Lies. Mennyi kell... Ja, de ez pont hat, hát... Már majd. Ebből kijött a másik gólem. Jó hadronoxba, az bele kéne húzni. Két taunt volt eddig. Jó. Mondjuk, a Geros nem arra találtak, hogy arcra menjével a főnök. Ez egy jó kalimosz volt. Az semmit nem csinál most. Ja, nem húzza ki a hatchert. Na, viszont egy hadronoxunk van. Wow. Wow, azt hittem, hogy nálunk van. Na, mindegy, akkor ez Sleepy Dragon. Ez easy Sleepy Dragon, hogyha nem halunk majd. Az a baj, hogy Silence-ra halunk. Execute-ra is. Játszik egyáltalán? Ilyesmivel? Mennyire lehetek greedy? Mert a Hadronox-szal fixen kijön legalább két taunt. Rá kell menni. Mert semmi különbség a között, hogy ez most Sleepy Dragon vagy Primordial Drake. Mert igazából mindegyik, tök mindegy, mert Hero Power Execute-tal mindkettőt megoldja. 12-t tud ütni, plusz még a két apróság. Ha nincs execute-ja, akkor automatikusan nyertünk, de egyébként minden más esetben meg kiszívkodtuk. Hát execute vagy... Vagy valami spellbreaker, valami silence. De most egyébként rópolás? Defend the gates! Jó. Kikaptam. Jó. Ez csodálatos. De ha nem jött volna ki a Dragon Hatcher, az egyetlen, ami a deckünkben van, akkor ez tök jó lett volna. De mivel kijött, ezért az Oakheart-ot nem tudtam bele. Hogy az Oakheart semmit nem rakott volna ki. Édes Istenem, de hogy az összes mákos szar deck kijön most. Tehát, hogy... Ezeknek a deckeknek mind sírva kellene elrohanniuk a Town Druid-tól. De olyan fos a kezünk, hogy egyszerűen hihetetlen. És tudom, majd megint előkerül valaki valamelyik Hearthstone-os Facebook csoportba, és elmondja, hogy Zone, te egy bohóc vagy, mert megint hisztizel. Malfurion,
versus Rexxar! Let the hunt begin. Valami magát 12 évesnek hazudó srác kamuképekkel. A hadronoxot eldobhatom. Rohadjak, mert nem dobom el. Mert White Grow tök jó, White Grow into Oaken Summons az egy tök jó dolog. És addig úgyis húzunk két lapot. Egy rampem van. Egy tauntom lesz. Nagyon nagy baj. Egyébként valószínű a Sleepy Dragonot jobb play lett volna. Mert ha a Sleepy Dragont rakom ki, akkor nem halok meg, csak én azt gondoltam, hogy Execute-ra játszunk, viszont ő kézből oldotta meg. Ilyen szempontból jobb lett volna valószínű a Sleepy Dragon, és ez meg greedy volt. Mert így ugye az volt, hogy a legnagyobb value-ra akartam rámenni. Az meg nem... az meg itt nem volt jó. Ja, szóval... azt ott valószínű, hogyha Sleepy Dragont rakok ki, és nincs Execute-ja. Már pedig ugye láttuk, hogy nem volt. Na jó, az a big deck. Lehetne azt csinálni egyébként, hogy Naturalize-es túlhúzatjuk, de nem tudom, hogy ez mennyire működik. Lehet, hogy tudok vele egyet húzatni. Nincs ebből valami. Soha csak skip. Ezért azt mondtok, ja de pont tudok még vele ütni. Főleg... kézben lévő Naturalize-ok és Hadronox, hát csodálatos. Még legalább nem játszik semmi countert, ami nekünk rossz. Remek. És minden nálunk van basszus, csak az nem, amit komolyan. De a rosszabb már rosszabb lap. Nem lehetne valami értéket húzni? A Hadronox tök jó, hogy itt van a Naturalize-a, de hogy valami bármi, amivel lapot tudok húzni. Valami bármi, amiben érték van, amivel lesz értelme. Az pedig biztos, hogy lesz. Biztos, hogy nem. Az a Hunter's Mark az eléggé fájdalmas szerintem ebben a helyzetben, amikor 12 HP-s lényekkel fogok játszani. Hogy ő ilyen nem játszik. Azt hittem, hogy így, de nem. Hát ő nem nagy méretű. Ez lehetett volna egyébként Spellstone. De most kikelti a Spellstone, meg a Swipe-ot simán jó. Most én is tudnék adott esetben kiúbozni, ha kéne, de nem akarok. Dupla swipe. Kikelthetjük az egyiket, úgy. És akkor megcsináljuk azt, hogy egy swipe. Oda. Egy óra. For the wild! Mondjuk lehet, hogy a 0-1-et kellett volna leütni, mert így megint csak veszi ki majd ki a value-t belőle. Ezzel lehet, hogy... ez biztos volt, hogy megtörténik amúgy. Nyilván Hatcher. Na, hát akkor két rólemünk van. Ezzel ki tud jönni.
Viszont azt szerintem akkor lícs. Tele vagyunk kis tojásokkal. Jó, de ez valószínű inkább akkor lícs. Vagy... Azt mondom, hogy Hatcher, abból kijön a... Ja, legyen Hatcher. Hogyha most nem húzom fel a Sleepy Dragont, akkor az egy Hatcher. Void Ripper lesz, hogy még francra kész. Jó, ez így jobb. Így, hogy kiment egy Hunters már, így ez a jobb akkor. Void Ripper. És ott a Hunters már. Csodálatos. Jó, lehetek-e annyira greedy? Muszáj annak lenni. De hogy ez most egy Hadronox Naturalize, ez biztos. Ez nem a világ legnagyobb Hadronoxa, viszont azért nem is olyan rossz. Aztán majd itt megjátszok a Lich Kinget szerintem. Most kéne egy swipe, csak ugye már egy sincs. Ami ezek kellemetlen. Azt tudjuk, hogy már egy Hunter's Mark-ja sincs. És akkor itt lehet Witching Hour és a kocka. És az nincs gond, mert most az 15-35-ben vagyunk. Jó, az lehet. Ó! Ja, értem. Hogy ez így? Szép. Az a baj, nem tudjuk megölni a Lich Kinget, pedig az annyira... Bár mondjuk egyébként meg tudjuk, csak... Manában nem jövünk ki. Ugye két Naturalize ment ki. Muszáj ezt. Sajnos muszáj ezt. Ennyi meg nem jön át. Az Army of Dead meg ugye semmit nem csinált. Jó, kint hogy ott van egy 5-5-5, de hogy ez így sokkal jobb volt. És még ugye van még egy Hadronoxom itt benn. És hogyha akarom, akkor ugye abból már a Lich King is visszajön. Itt most már csak arra kell figyelni, hogy ne hagyjunk meg, ugye. Wow, Poisonous és Rush. Adjunk ki Wind Fury-t főnök. Na egyébként ezért volt tartom igazságtalannak ezt a tekint, mert elér egy pontot, bizonyos pontot, akkor utána onnét... De ugye nem mindig jönnek össze a dolgok, meg jó, de kell játszani, ahogy az első meccsben nem nagyon sikerült. Itt látszott, hogy azért a nagy testű sárkányok azért lehozták a mérkőzést, meg azt, hogy az ellenfél elégett az egyik Hunter's Mark-ját, ami szerintem ebben a meccsben az egyik legfontosabb eszköz. Na jó van, srácok, ennyit szerettem volna most a Town Druidról, és akkor találkozunk valószínűleg este, ilyen random streammel, ahol lapokat fogunk átnézni, amit bemutatnak a 7 órakor kezdődő reveal streamen. Sziasztok!